Éppen a Siva Guardian kormányzat udvarára parkol be az a teherautó, ami a szociális tűzifát hozta. Az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések önkormányzatai adhattak be pályázatot tűzifára a belügyminisztériumhoz. Idén 5 milliárd forint támogatást biztosított az állam. Ez 1 milliárddal több, mint egy évvel korábban. Siolgárdon az igénylők 2-3 köbméter szociális tűzifa csomagot kapnak, mondta a polgármester. Tavaly és az elmúlt időszakhoz képest egy jelentős mennyiségű 60-70 köbméter közti fát tudtunk a állami támogatásból vásárolni. A fa ára is egy kicsit lejjebb ment, és most az erdészet is jobban felkészült az önkormányzatok ellátására, hiszen az olcsóbb, de jó minőségű fából is tudtak biztosítani. Szálkán már szerdán elkezdik kiosztani a szociális tűzifát. A tüzelő kihordására alkalmas, nagyobb méretű autót is béreltek, hogy még karácsony előtt minden család megkapja a segítséget. A fa mellé minden 14 év alatti és 65 év feletti helyi lakos, azaz 195 személy egyénenként további 11 ezer forint támogatást is kap, ezzel is segítve a téli időszak átvészelését. Jelenleg 28 fő igényelte Szálkán ezt a lehetőséget, ami azt jelenti, hogy 1,08 köbméter jut fejenként azoknak, akik rászorultak. A rászorultság nálunk a szociális rendeletünk alapján 85 ezer forint a határ. Egy átlagos szigetelt családi ház kifűtéséhez egy enyhe télen nagyjából 6 köbméter fa kell. Mivel egy köbméter fa ára 30 ezer forint körül van, egy téli szezon 200 ezeres tétel egy családnak, ami sokak számára komoly teher, ezért azaz egy, esetenként 2 köbméternyi tüzelő is nagy segítség azoknak, akiknek kevés a havi bevételük, mondták a községek polgármesterei.